Tehát köszöntök mindenkit egészen pontosan az északi szélesség 47. fokától a 29. és az 50. másodperc, valamint a keleti hosszúság 19. fok 3 perc 44 másodperces pozíciójáról, hogy egészen pontosan fejezzem ki magam. És a digitális kincskeresés címet adtam ennek a társnak, és nagyon sok mindent fogunk érinteni, olyasmit, ami sok mindent, ehhez nem is kevés lenne, egy nap tréning is kevés lenne, de hát ennyi idő áll rendelkezésünkre. Azt szeretném kérni, hogyha valakinek kérdése vagy észrevétele van, akkor a chatbe tegye meg, és én a chatet fogom figyelni, és akkor várni fogok a kérdésre, vagy igyekszem válaszolni a kérdésekre. Először is tisztázzuk, hogy miről szó. Ugye elsősorban a műholdas hely meghatározásra építve, ugye lehetőségünk van most már arra, hogy jól meghatározzuk a helyünket, a geolokációnkat a Földön. És aki szerint nem hallja a hangot. Hát azt használom ezt a szót, hogy műholdas hely meghatározás, mert a köznapi életben ehhez gyakran használjuk a GPS kifejezést, sőt, a GPS kifejezést még navigációs eszközök megfelelőjeként is használjuk, holott a műholdas hely meghatározás technológiájának ez csak az egyike a GPS. Ezen kívül ugye ez, amit az Amerikai Egyesült Államok fejlesztett ki, de az már Kínának is, és az országnak is, és az Európai Uniónak is van már ilyen helymeghatározó rendszere. Nem csökkenti a GPS jelentőségét, csak így pontosan beszélünk. Ha keresésről van szó, akkor szükség van arra, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk. Szükség a különböző térképek alapján tájékozódjunk térben és időben. Mondjunk egy pár példát arra, hogyha digitális témahétre készülünk, milyen projekteket lehet kitalálni. Kezdem a egyszerűekkel, és aztán a bonyolultak felé fogunk haladni. Először ott van nekünk a jó öreg QR kód, ami már sok éve boldogítja itt a tanárokat és a diákokat, hiszen ezeket ki lehet helyezni. Aki a telefon, nyugodtan olvassa be ezt a piros kódot itt a bal sarokban. Hát ezekkel a kódokkal lehet különböző sétákat, belső és külső sétákat készíteni. A beséta alatt azt értem, hogy olyan helyen, ahol nem hadtéren vagyunk, tehát akár az iskola besejében is, és ugye a különböző pontoknál lehet helyezni egy-egy QR kódot, amit a gyerekek tablettel vagy okostelefonnal bevashatnak, és mondjuk lehet ott kérdés, lehet ott valamilyen segítség a továbblépéshez, vagy advány, vagy versrészlet, vagy történetnek a részei, tehát nagyon sok minden lehet, és hát teljesen tárgyi határokat, hogy mondjam, tárgyi határokon túlnyúlva bármilyen tantárgyhoz lehet használni. És nem bele, de például van egy csomó példa arra, hogy a testnevelés oktatásában a QR kódokat hogy lehet használni. Ez ugye elég egy kép dolgozunk, és elég egy QR kód készítő. Mint látják,
kontaktok, lehet színes QR kódot is készíteni, sőt a QR kódot is, amiben kép is van, lehet fekete-fehér is. Előzetesen volt egy kérdés, amelyik arra vonatkozott, hogy vajon offline módon lehet-e használni az eszközöket, tehát lehet-e olyan megoldást, olyan kincskeresést kitalálni, megvalósítani, ahol tulajdonképpen offline használjuk az eszközöket, mert nincs mondjuk internet, vagy nincs internet lehetőség. Hát a nagy része sajnos online módon működik, de egy olyan kincskeresés, ahol a QR kódokban csak szöveg van és link nincsen, ott offline módon is történhet, hiszen a leolvasáshoz nem szükséges, hogy internet kapcsolata legyen a felhasználónak. Tehát ilyen módon, ha csak szöveget rejtünk a kódokba, és úgy haladnak végig a gyerekek, akkor kell online módon használni. Nagyon fontos tartom elmondani, hogy egy projektben nem az a poén, hogy gyerekek egy ilyen külső sétán vagy akadályversenyen végigmennek, hanem igazából a projekt eredménye az lehet, hogy ők készítenek az iskolásoknak, osztálytársaknak, évfolyamtársaknak, szülőknek ilyen digitális kincskeresést QR kódokkal. Csak az kell, hogy a telefon tudjon QR kódot olvasni, ezt már minden telefon, szinte minden okos telefon tudja, és nem bőség, és nagy érzettel szokták ezt a szülők is leolvasni, hogyha a gyerekek készítenek olyan hasonlót. A oldás már egy picit izgalmasabb, de virtuális, olyan tekintetben, hogy itt ebben a Google Street View-ban ugye nem szükséges helyileg ott lenni azon a földrajzi helyen, amiről éppen szól a kincskeresés, hanem lehet virtuálisan járni egy város utcain. Most az Arany János évforduló tiszteletére nagy szállat választottam példának, ültérképet használtam. Balonon látszik egy részlet Nagy Szalonta térképéből, látszik, hogy ott van Arany János, az Arany János Emlékmúzeum és az Arany János szülőháza. Egy kép, egy ilyen felülnézet, ilyen madár távlat is, és ott van maga a szülőháza, amit meg lehet keresni, tehát sétálni lehet a Google Street View-val az utcán, így lehet ide tulajdonképpen jutni. Körbe lehet nézni, már amennyire a Google Street View ezt engedélyezi. Ez a Google Earth, vagy magyarul Google Föld, ami szintén virtuális sétákat tesz lehetővé. Ugye ebben az esetben arról van szó, hogy egy kicsit lehűbb, de műholdas felvételekről van szó. Itt a képen két példát, vagy a dián két példát mutatok. Az egyik a Csernobili atomerőmű, vagy egykori atomerőmű látszik. A baloldali képen egy fotón látszik, hogy készül az új szarkofág, egy ilyen félkör alakú hát ilyen szerkezet, és a jobb oldalon a képen pedig látszik a fölülnézetből. Ugye ezek olyan helyek, amelyekre osztálykiránduláson nem annyira lehet elni, és ugye ez a példa a Google Föld lehetőséget ad arra is, hogy ahol látogassunk, és különböző érdekes helyeket megnézzünk, olyan érdekes helyeket, ahol már járt valamilyen holdjáró, valamilyen holdmisszió, és csak át kell váltani a Google Földről, Google Holdra, vagy Marsra.
hónapra, és akkor szintén lehet ilyen sétákat tervezni. Tehát itt a lényeg az, hogy a gyerekek kiválaszthatnak különböző pontokat, és ezek között tudnak virtuális körutazásokat tervezni, mindenki akár mást, vagy egyet közösen, ezekhez mind készíthetnek leírásokat, tehát egy ilyen egészen komoly járást lehet a Földön végezni, akár tegnap is, ha a Titanicra gondolunk, vagy az óceán világára. A Google Föld elég sok ilyen lehetőséget nyújt, de mindez virtuálisan történik, tehát nem megyünk oda a helyszínbe. Az alkalmazás már magyar, és itt viszont oda mehetünk a helyszínbe. Itt a Guide nevű van szó, guidedhand.com, amit az MTA-staki készít. Több, ez egy család tulajdonképpen, egy alkalmazás család, és sokféle tableten és mobiltelefonon lejátszható, tulajdonképpen virtuális és valóságosség egybekötve található meg benne. Választottam itt ki, Pestit, az egyik József Attila Ferencvárosban, és ott Lig Géza nyomában a másik. Irodalmi séta, látszik, hogy ott Budán és Pesten is vannak útvonalak, és ehhez tartalmak is, szövegek is, hang is tartozik, ami lejátszható, és a séta közben erről ez eleg is használható, persze csoportosan is. Hogyha megnézzük a Guided Hand kínálatát, ez a budapesti csomagban van, akkor jó lány ingyenes séta, amit érdemes használni, meg lehet nézni, történelmi, kulturális, építészeti szempontból lehet ez és természetes, előtte ki kell ezeket próbálni, amiatt, hogy pontosan olyan legyen, amilyenre a diák éppen inkább szüksége van. Ez hát egy már meglevő és tulajdonképpen kész alkalmazás, hogy tetszik egy korva, amit lehet használni, és egy nagyobb projektbe beépíteni. Maga a Guided Hand és a Staki Márta is részt vett a digitális témahét kínálatában, és ez idén is így van. Meg lehet találni a tudásbázisban is ezeket, vagy ezt a tartalmat. No, hát egy kicsit bonyolult a vize felé, itt a látva a bizony, valakit olyanok, akiknek nem lesz ez újdonság, hát ha van olyan, akinek igen. A MAZI-ról szeretnék egy pár szót beszélni. Ugye a MAZI egy olyan geolokációs játék, ami tulajdonképpen arról van szó, arról szól, hogy eltett QR kódokat kell keresni és beolvasni egy mobil applikáció segítségével, és ezekért a levasásokért az ember pontokat gyűjthet. Hát egy kicsit egyszerűen hangzik, de a valóság egy picit bonyolultabb. Hát elő is ez egy vissza új játék, látszik, hogy 2011-ben indult el újjára ez a MAZI nevű játék, ez egy amerikai kezdeményezés, annak ellenére, hogy a MAZI szó a münce szóból, a német érme szóból származik, ezt most nem összegessük nagyon. A képen látszik, hogy miről van szó, van egy QR kód, nem biztos, hogy ilyen szép, zöld és jól dokumentált, szép rajzos és színes, hanem lehet, hogy csak egy QR kód egy közlekedési táblán. Lehet, hogy elég magasan van ilyenkor, ha az ember rendelkezik egy kisméretű gyerekkel, akkor tulajdonképpen egy emeletes MAZI olvasással le lehet olvasni a kódot, de lehet, hogy
hogy a kód el van egy kicsit rejtve, de lehet, hogy jól látszik messziről. Ezért írtam azt, hogy többé-kevésbé elrejtett kódokról van szó. Na, maga a leolvasás és ezeknek a keresése is egy érdekes dolog, maga a kincskeresés érzését adja. A bal oldalán a diának látszik egy részlet, így néz ki a mobil applikáció, ezek a zöldek jelzik, hogy hol található valahol eldugva egy ilyen QR kód, amit Mozinak hívunk. A piros már leolvastuk például, és sárga jel azt jelenti, hogy azzal valaki jelezte, mondjuk, hogy az például nem elérhető. Na most nézzük, hogyan megy a valóságban. Tehát itt már készítettem ezt a fotót, ami bal oldalon látszik. Tehát egy közlekedési táblán látható elég kisméretű kód, és a telefon kameráját kell ráirányítani, miután ezt a Manzi nevű applikációt letöltöttük, és regisztráltunk a Manzira. Indulhat a gyűjtés, és akkor így kell leolvasni, tulajdonképpen automatikusan leolvassa, ha elég közel tartjuk, és huszálunk, akkor pontokat lehet gyűjteni. Most van, aki szerzés kedvéért csinálja, és van, aki szeret ilyen kódokat kihelyezni is, és igazából, ha már gyakorlottak vagyunk, tehát ha nem azonnal a nullára indulunk, hanem egy gyakorlást szerzünk, vagy egy kis gyakorlatra szerzünk, akkor ilyen saját manzikat érdemes készíteni a gyerekekkel, és ilyen útvonalakat telerakni megfelelő távolságban, és akkor ugye kicsit hozzájárulunk ahhoz, hogy mások megismerjék a környezetünket, vagy a környezetünk ténetét, kultúrát, építtetőségét, stb. Tehát ez az egyik, hogy útvonalak készíthetők. Minden nagyon fontos, hogy készítsünk leírást a Manzihoz, hogy mondjam, tanárangolul is megcsinálni, hiszen sok külföldiek is manziznak itt Magyarországon. És ami nagyon fontos, és amit tulajdonképpen ezt az egész játékot el lehet rontani, az, hogy indult helyre tegyük, pedig minden fára, vagy villanyoszlopra, vagy minden palóra, ami teljesen érdektelen, hanem igazából a közelethez illeszik a dolgot, mert igazából akkor ez oktatási szempontból jelentősége gyűjtögetni a pontokat természetesen. Nincs idő, hogy elmondjam, de közel 80 féle manzi van, ahogyan itt a képen látszik, különböző színek vannak, különböző pontértékűek, vannak mozgó manzik, vannak virtuálisak, amelyek nincsenek kiragasztva, hanem bizonyos távolságról olvashatók le. Itt kérdezi valaki, hogy van-e minimum saját találat ahhoz, hogy mi készítessünk saját kódot. Nincsen. A készítés azt jelenti, hogy az oldalon kell ezt kezdeményezni. Ha valaki megkeres erre, akkor a Komposzt nevű blogomban írtam erről, hogy hogyan készülnek ezek a manzik. Illetve kérdés van, akkor a digitális témahelyi tanári fórumban elérhetőek vagyunk, és szívesen segítek, de most nem tudok nagyon a részletekbe menni, de ott lehet generálni a kódokat, majd ki kell nyomtatni, célszerű laminálni, és én kétoldalas ragasztóval szoktam dolgozni, és azzal ragasztom fel egy sima felületet. Így időjárás
álló le. Vannak más, de most erre szólnék. Írom a blog címét. Ha beírja egy Manzi tanár szemmel, akkor az első oldalon. Igen, technikák is vannak, vannak akár fémből is mázik. A mánziknak van egy élettartama azért, tehát lesnek, leszedik őket, megrongálódnak, ezzel számolni kell. Ha valakinek sok kihelyezett mánzia van, akkor nincs ideje, nincs lehetősége mindegyiket karban tartani. Szerintem azzal, ami ezután jön majd a kincsésnek egy magasabb szintje a geocaching esetében. Jó, egyszerű, sokan szeretik, nagyon gyorsan működik, gyorsan lehet leolvasni, gyorsan lehet eredményhez jutni. Következő lehetőség a geocaching. Ez egy 2000 óta létező, már ahogy Bill Clinton megnyitotta a lehetőségét a GPS-nek a polgálatára, már másnap elkezdődött ez a játék, tehát 2000 május elején, harmadikán, és tulajdonképpen arról van szó, hogy a geocachingben úgy geoládák vannak elrejtve a világban, ezek a geoládák általában dobozok. Itt akár látszik is, például egy ilyen konyhai doboz Magyarországon és a világ részén. Kevés olyan doboz van, ami vagy hivatalos, gekes lenne, tehát ilyen zöld színnel rá szokták írni az ilyen vásárolt dobozokat. Általában ilyen konyhai, jól zárható dobozok, ezek kisebb-nagyobb méretben. Kis méret akár lehet ilyen filmes doboz, ami régen volt, ma már nincsen, de az idősebbek tudják, miről beszélek, ilyen fekete kis filmes doboz, vagy újabban a pergő tabletta doboza megfelelő rejtéssel, tehát mondjuk egy fekete szik szalaggal és mágnessel jól fölfogható vagy rögzíthető egy-egy hely. Természeti környezetben persze ilyen fák odvai, meg sziklák, meg ilyen rejtések szoktak történni. A geocachinget több módon is lehet játszani, több oldalon is van. A fő oldala a geocaching.com. Én tudtam játszani, és ez a legjobb. A Budapest térképéből egy részletet kivágtam, hogy megmutassam, hogy néz ki, főleg azért, hogy lehessen látni, hogy Budapest esetében egy esemény kapcsán pár évvel ezelőtt megcsinálták, hogy Budapest körvonala látható a térképen, ugyanis a körvonalát körbeadták geoládákkal, és hát volt egy verseny, amelynek során ebből minél többet össze is kellett gyűjteni, és hát vannak, akik ezeket elég komoly szinten gyűjtik, ezeket a lákat. Van a városban is, van az erdőkben, hegyekben, minden érdekes természeti hely. Itt is az a lényeg, hogy akkor jó egy geoláda, hogyha indokolt helyre kerül, ha valamilyen kulturális, természeti, történelmi, építészeti, vagy természetvédelmi akár érdekességhez kapcsolódik. És ami még nagyon érdekes, hogy vannak olyan geoládák, amelyeknek a koordinája nem olvasható le a oldalról rögtön, hanem egy rejtvény vagy feladvány kapcsán lehet
kitalálni, hogy a tényleges koordináta hol van, ténylegesen hol van a maga rolláda. Úgyhogy ez egy új lehetőség arra, hogy valaki hát diákokkal ilyesmit csináljon, de ezt azt tanácsolom, hogy először egy jó néhány ládát meg kell keresni, nem kezdőknek nálam, hogy azonnal egy geoládát készítsenek, valószínűleg nem is engedik. Nagyon számú találat fölött érdemes ezt elkezdeni, hogy értsük, hogy hogy működik ez, hogy kell megtalálni, hogy kell rejteni, hogy érdemes rejteni, és például hogy érdemes viselkedni akkor, amikor a geoláda közelében úgy buglik vannak olyanok, akik ezt a játékot nem játszák. Ugye, ilyenkor igyekezni kell úgy tenni, mintha valami más dolgunk lenne ott. Hát nagyon aranyos szituációkat szokott generálni. A képen néhány további illusztráció látszik. A képen középen lenne egy doboz, egy klasszikus geoláda. A balon itt írja, hogy már volt mugli figyelő. Igen, az is egy jó funkció. Az oldalon látszik, hogy vannak egészen kicsi ládák is. Ezt úgy hívják, hogy nanoláda. Látod, hogy hát egészen kicsi. Ez egy ilyen menettel ellátott kis henger. Benne van egy mágnes, és lehet vas szerkezetekre rögzíteni, és benne van egy feltekert kis papír, amely kis papírra lehet írni, hogy itt jártunk, dátum, és a benevünk, ami ebben a játékban van. Hát el kell vinni magunkkal írószert általában. Van a rejtések is, ebbe egyet mutatnék. Ott látszik jobb oldalon, az vezet ki ez mint a csonk, egy ilyen kifának a megmaradt része, de ugyanakkor ez látva egy ilyen tetővel, amit el lehetett fordítani, és benne egy befőttes üvegben található volt maga a geoláda. De hát az ilyen érdekesebb rejtések, azok mindig kellemes érzéssel töltik el az ember. Most legutóbb találtam egy olyat, ami egy apló volt egy fán, csak a tapló fel volt csavarozva a fára, és a tapló belsejében volt egy üveg, és abban volt egy kis doboz. Hát itt vannak, ez megint csak a kincskeresést elkíti, de még egyszer mondom, ezeken a helyeken általában természeti érdekességek, kulturális érdekességek vannak, tehát így érdemes ezeket végiglátogatni, tehát egy ilyen lehet tervezni, vagy pedig ilyeneket készíteni. Geocaching kapcsán meg kell említeni azokat a tárgyakat, amelyek geoládáról geoládára vándorolni képesek, ezeket travel bugnak hívjuk, vagy magyarul talán láda vándornak, amelyek egy egyedi azonosítóval, egy ilyen lőcédula-szerűvel rendelkeznek. Itt alul a szemlámpa mellett egy ilyen piros valamellett látszik is, és egy ilyen bogár van rajta. És van egy egyedi azonosító, amelyet kell vásárolni, és akkor ehhez az ember kapcsolhat valami érdekes tárgyat, és elindíthatja a világban. Nekem több is van ilyen, a leghíresebb az én tárgyaim között ez a kis kék maci, mert ő nagyon nagy utat tett meg, több mint 43.000 kilométert utazott már eddig, és ott a kis térképen követni is lehet, hát nem ezen igazából, hanem van hozzá rendes nagy térkép is. Azért vágtam így, hogy lehessen látni, hogy
Európából indult, járt Japánban, nevezetesen Hiroshima-ban, és Egyesült Államokban mozgolódik, és még mindig megvan, ez már jó néhány éve. Emlékszem, 4 éve járja a világot, és már az egyenlítőt is megkerülhetné lassan, annyi akkorávolságot tett meg. Tehát a kökösség az Manzinál egy komolyabb sport, vagy egy komolyabb tevékenység, de sokkal mélyebb a tartalma. Itt a ládák tartósabbak, hosszabban megvannak, a ládákat különböző gelserek hozzák létre, és gondozzák is. Szoktuk vést, hogy mondjuk behezott, vagy hiány valami, vagy betelt benne a füzet, amiben beírások készülnek. Úgyhogy ennek nagyobb poltsága és rendszere. Egy régebbi, jobban meggyökeresedett világméretű játékról van szó. Tulajdonképpen a kincskereső játékoknak ez az egyik csúcspontja, a geocaching. Van benne túrázás, van benne természetjárás, van benne városlátogatások, minden, tehát egy nagyon komplex tevékenység, és oktatási szempontból meg rengeteg lehetőség, mert például az említett rejtvényes ládáknál olyan matematika feladványok vannak sokszor, hogy az egy felnőtt embernek is komoly megmérettetést jelent, de lehet egyéb tantárgyhoz kapcsolódó rejtvényeket is, feladatokat kitalálni. Lépjünk tovább. A különleges helyeken is geoládák. A geocachingnek az Instagramjáról szedtem, a napokban jelent ez meg, hogy van ilyen tenger alatti, víz alatti, hát elég extrém azért. A nemzetközi űrállomáson is egy. Hát itt a találatok száma viszonylag alacsony, de azért egyes geocacher, astronauta készített egy ilyet és feljutatta. Extrém helyeken is, és akkor ezeket a oldalán jelzik is a nehézségi szintet. Amiben nagy különbség van még a Manzihoz képest, hogy minden ládának akár komoly oldala van, linkekkel, leírással, történetekkel, beágyazott képekkel, tehát egy olyan, mint egy kis honlap, akár, hogy elég komoly dolgok is lehetnek, függően, hogy mi milyennek szeretnénk. A jobban látjuk egy kép, és egy a mobil applikációról, és itt tulajdonképpen beszélnünk kell arról, hogy mivel kell ezt játszani. Telefonnal, vagy pedig céleszközzel. Egy céleszköz egy túra GPS, ami ott középen látszik, vagy egy e-féle, egy korábbi típus. Hát azt mondjam, van, aki sikerrel használja a mobiltelefont, és nagy használja. Tudni kell, hogy az erdőben, azért úgy szoktam mondani, az erdőben azért konnektor kevés van. Igaz, hogy napelemes megoldásokkal lehet tölteni a lemerülő eszközt, de igazából ami probléma az, hogy ki van a viszontagságok. Elejti az ember, megütődik, esik, stb. Stb. Tehát van, hogy hasznos, hogyha az embernek egy ilyen víz, vagy legalábbis víz húzni kés a nyakába akasztható, a célra fejlesztett eszköz van, amit úr, ez nyilván drágább és kevesebb embernek van. Ha applikációt használunk, akkor a geocaching applikáció ajánlott. Itt lent piciben látszik a két ikon, a másik pedig a C2.geo, akkorban inkább az volt terjedtebb, aztán készült egy hivatalos applikáció is.
fel, és még annyi, hogy a MASI és a geocaching esetében is, hogy ingyenesen játszható-e ez a játék. A válasz, hogy igen, azonban mindkét esetben lehet prémium funkciókra előfizetni, nem befolyásolják a munkát úgy olyan értelemben, hogy ezek nélkül is jól el vagyunk, de nyilván kényelmi funkciókat lehet elérni. Hogyha valaki például a geocachinget és hobbi szinten űzi, érdemes előfizetni erre egy éves tagdíjra. Van magyar geocaching oldal is, középen látszik. Itt szigorúbbak a láda telepítés szabályai, egy startup közösség üzemelteti, ezt sok kevesebben az, mint a geocaching.com, de akinek van kedve, ezt is nyugodtan használja. A különbözik a nemzetközi oldaltól, hogy itt a ládák megtalálását, amikor regisztráljuk, csak akkor fogadják el, ha beírjuk azt a jelszót, ami a ládában található. Míg a geocaching.com esetében akár hazudhatunk is, mondhatjuk, hogy megtaláltuk, tehát mondjuk itt sportszerűtlenek is lehetünk, addig a magyar oldal esetében a ládában és csak is a ládában olvasható jelszó leírása után íródik jóvá a találat. Mindkét esetben, amikor logolunk, vagyis bejelentjük, hogy mi megtaláltuk az adott oldalt, mindkét esetben hozzátehetjük az észrevételeinket, általában alap dolog, hogy meg szoktuk közni. A nemzetközi oldalon fontos, hogy angolul kommunikáljunk, megszönjük, és fotókat is fel lehet tölteni egy-egy lókhoz. Na, akkor lépjünk tovább, mert még néhány izgalmas dolog következik. Van egy másik applikáció, aminek az a neve, hogy Cyter, és a Cyter nevéhez képest egy magyar fejlesztés, a Cyter Game oldalon, vagy így kell rá keresni, a internetesőben. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ilyen látványokat keres az ember. Itt ezen a demképen jól látszik, hogy miről van szó. Például a jobb felső sarokban van egy sűn, amiből így kiállnak ilyen vörös kis, olyan, mint a gombok lennének. Na, a képet keressük, tehát járkálunk az utcán, és a közelünkben most például az van odaérve, hogy 58 méterre van ez örös sűn, ezt meg kell keresni, és pont ilyen szögből lefotózni, és ezt megtettük, akkor az applikáció jelzi, hogy oké, okay, és ez mint találat rögzül. Nem jár érte, hanem mint találatot gyűjtöttem össze. Ami miatt ez oktatási szempontból érdekes, magában ez, hogy járkálunk és lefotózunk ilyen jelzetes dolgokat, és akkor örülünk, hogy megtaláltuk. Hát ez is érdekes, de ennél azért sokkal érdekesebb, hogyha úgy készítjük el a túrát, a Cyter túrát, hogy minden egyes ilyen látványhoz a rejtett mező, és a rejtett mező az akkor tárul fel csak, ha megtaláltuk, vagy hát lefotóztuk megfelelő módon. Tehát van a találat, és ha megvan a találat, a rejtett mezőt mutatja az applikáció, és akkor oda lehet kvízkést tenni, oda lehet írni, hogy mi a következő állomásnak a pozíciója, tehát fel lehet erre építeni egy saját túrát. Sajnos az applikációt nem igazán fejlesztik, holott voltak nagyon ígéretes fejlesztések benne, például néhány évvel ezelőtt egy 56-os ilyen volt benne, ahol a város egy adott pontján
megjelentek az akkori, az 56-os forradalom idején látható képek, mai épületeknél tulajdonképpen. És egy nagyon jó visszatekintés volt, volt benne videó is, meg kvíz is. Ami most, amit most kínál nekünk az oktatásban, az az, hogy, hogy egy ilyen kicskeresős, kvízes túrát készítsünk együtt a gyerekekkel. Előtte be kell járni az útvonalat, és be kell fotózni ezeket a és a titkos mezőt pedig ki kell töltögetni. Tehát ez előkészítést igen. Ami hátránya az, hogy legalábbis Budapesten olyan sok szájtot készítettek az emberek, hogy ez egy mennyiségi irányba csapott át a minőség irányal szemben. Ugyanez vonatkozik a Manzival is, mert nagyon sok olyan Manzi és szájt van, ami tulajdonképpen nem, semmilyen leírás nem tartalmaz, teljesen érdektelen helyeket is helyekre is kerül, és igazából felhívja ezeket a pontokat, mert az embernek a motivációja elősen csökken, hogyha túl érdekes csak pontértékben, vagy még az sem érő mennyiségi találatai lesznek. Oktatási szempontból ez gond, viszont ez megvan az oka, és erről mindjárt fogok beszélni. És végül szeretnék egy olyan applikációt megmutatni, ami Magyarországon még nem gyökeresedett meg, de mindent meg fog tennek érdekében, és remélem, hogy tehát egy olyan applikáció, mint a segítségetekkel akár is tudunk kezdeni. ActionBound a neve, négy fejlesztés. Ha telepítitek az akciót, akkor hát aki tűl az jegyezte meg az indulóshoz, rá kell kattintani egy német feliratra, nem történik semmi, és más nyelven nem jelenik meg, csak németül, oda felírtam, hogy ich stimme zu. Ha nyomunk, az azt jelenti, hogy egyetértünk és mehetünk tovább. Utána át lehet állítani angolra az applikációt, és más érdekes nyelvekre, de magyar nyelven még nem tud. Mit lehet ezzel csinálni? Tulajdonképpen virtuális sétákat lehet tervezni vele. Én készítettem egyet, akinek van kedve, már ki is próbálhatja. Elmegy a Budapesten a Jászai Mari térre, és a Jászai Mari tér közelében kezdődik az Újlipótváros nevű round, ez a neve itt a sétáknak, és egy sétában az ember saját maga állítja össze, hogy milyen állomások lehetnek. Itt jobb oldalon van egy kék oszlop, egy záróval kezdődik, és itt adtam be, hogy mindent lehet betenni a sétába. Először is lehet tenni ezt a stage-et, ez tulajdonképpen egy ilyen megálló hely, ami azt mondja, hogy keresd meg ezt és ezt, vagy így kezdünk, innen indulunk, jussál el a lovasoborig. Az információ, ami tulajdonképpen egy utasítás, be lehet építeni, ez egy szekvencia, úgy kell elképzelni, hogy ez sorban jelenik meg a mobilnak a képernyőjén, talán ahogyan látszik, be lehet építeni quizt, azt építeni különböző missziókat is, például ilyesmit, hogy menj oda, keresd meg azt az épületet, amely Bauhaus stílusban épült, képezd le, és töltsd fel a fotóját. Tehát feladatokat is lehet adni. A fontos
ott pedig azt mondja, hogy meg kell keresni egy bizonyos földi koordinátát. A szkeptót pedig egy még érdekesebb rész, hogy lehet menni a helyszínre előzetesen, és saját QR kódokat lehet kihelyezni, és azt kell olvastatni a játékossal. Tehát, mint látszik, itt minden diginél sok színűbb az, hogy milyen missziókat, milyen feladatokat, milyen sétákat tudunk tervezni. Meg lehet adni, hogy hány perces, meg lehet adni, hogy mi adatért hány pontot adunk. Tehát ez egy igazán színvonalas, nagyon jó városi, elsősorban városi, de egyébként a természeti környezetben is működő dolog. Angolul használta a felület, de nagyon egyszerű, tehát tulajdonképpen itt a közepén, a dia közepén látszik ez az atyú, a tartalomnak a címe, a toll az a szerkesztés, a beállítások ez a kulcs, a results, az eredmények pedig, ha már valakik végigjárták a mi boundunkat, a mi sétánkat, akkor látjuk, hogy milyen, hány pontot értek el. Tehát például a quizben meghatározhatjuk, hogy mondjuk 100 pontot ér a quiz kérdés, és hogyha egyet elhibázik, akkor 10 pont levon, és így tovább. Egy egész jó kis verseny is kikerekedhet belőle. Tehát ilyen módon épül föl. Ennek is vannak fizetős részei, el lehet boldogulni az ingyenes változattal is. Ezekkel az applikációkkal kapcsolatban mindaz a probléma, hogy sok kincskereső alkalmazás van, de a legtöbb ilyen pénzbe kerül. Vannak magyarok is ezen a piacon, jók is, de ilyen elérhető alkalmazás nincsen, vagy nem nagyon van. Úgyhogy ezt az Action Bound-ot rendkívül módon tudom ajánlani. Rajtunk áll, hogy most benépesítsük vele az országot, mert még nincsenek ilyenek. Úgyhogy igen, a keresés indításához tulajdonképpen annyi kell, hogy a mobiltelefonunkon vagy megkeressük a nyilvános kódot, vagy a nyilvános sétát, vagy beolvassunk egy kódot. Az is lehet, hogy kinyomtatjuk egy lapon a gyerekeknek, hogy ezt a kódot olvasd be, és kezdheted a sétát, vagy ki kell keresniük, itt a Fund-nál a bal oldalon látszik, akkor megkeresniük egy listából. És itt persze nem túl bonyolult, mert ez az egy van, még egyszer mondom, Újlipótváros a címe, 30 perc alatt bőven megjárható, egy körséta, és a Jászai Mari térnél érdemes kezdeni körülbelül a Mekinél, ott lesz a villamosról. És akkor szeretnék egy összehasonlítást mutatni még troll szempontból. Ugye ezek a kék jelek trollokat jelentenek, és ugye a applikációknál a tartalom létrehozása nehézségekbe ütközhet, vagy munkát jelent, plusz munkát jelent, és ez egy troll szűrő is. Tehát, hogyha, mivel a Fighter és a Manzi is nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan működik, ezért tényleg veszélye fennáll, és valóra is válik annak, hogy nagyon sok nem értékes, mennyiségileg borzasztó sok ilyen tartalom, tehát maga az is site. A geocaching esetében, mivel ezeknek a létrehozása, kihelyezése, ládák elkészítése azért több munkát jelent, ráadásul ellenőrzik is. A kihelyezést, úgyhogy tulajdonképpen azért kevesebb
kisebb a troll veszély, és én szerintem, mivel az actionban készítése viszonylag bonyolult, és tényleg elszántnak lenni ahhoz, hogy az ember egy ilyet elkészítse, meg nagy munka, ezért talán itt a legkisebb a veszélye annak, hogy egy olyan útvonalat hozzon valaki létre, ami mondjuk nem jó, vagy káros, vagy hasonlóan érdektelen, mint mondjuk azok a mánzik, amelyek városban egy hosszú úton minden villanyoszlopon ott vannak. Módon ez egy kis összehasonlítás. Végül még két dolgot szeretnék mutatni. Az egyik az, hogy talabról kapcsolódik a kincskereséshez, de végül is a geolokációhoz. Igen, hogy maga a mozgás során, hogyha az eszközünk GPS-re van kapcsolva, akkor tulajdonképpen a nyomvonalat tudjuk rögzíteni, és a nyomvonal rajzolni is lehet, tehát a nyomvonal fölvehető, akár esetében, akár pedig túra GPS esetében is így van, és a telefonnál a Runkeeper és az Endomondo két híres applikáció. Ez a kép ábrázolja, mint egyszer egy koronát rajzoltam, nem lett olyan nagyon szép, de azért mégiscsak nyáltam. Mint látszik, 4 perc 50 másodperc alatt készítettem ezt. De ha valaki megnézi, a kép alatt van egy Pinterest, Uni Network Pinterest oldalán, egy egykori verseny kapcsán egy csomó ilyet lehet látni, még mindig elérhető. A jó oldalon pedig egy ilyen, tulajdonképpen egy kecske látható. Ez annyiban más, ez egy mai cikk az Indexről egyébként, egészen ott van a linkje is. Ezt biciklivel készített. Hát ez már túlmutat a kincskeresésen, ez csak érdekességképpen. Viszont ennek tecske azért ilyen több száz kilométer, tehát ez azt hiszem ez az egész 200 kilométer hosszú, de lehet, hogy lehet több, nem tudom, csak így a cikkből, mint hogyha lehet volna. Én ajánlani a Facebookon a geolokáció az oktatásban nevű csoportot, amit ha benneljük ezt a QR kódot, akkor el lehet jutni, ha nem szkenneljük be és beírjuk egy geolokáció az oktatásban, akkor is megtaláljuk, ott kérdezni, lehet kérdezni itt a chatben is, és kérdezni a digitális témahét tanári fórumban is, úgyhogy van a kérdéseket. Itt jelzi Tóth Mozer Szilvia, hogy a szájterem vannak az olyan útvonalak, amik minőségi tartalmak, például Bauhaus séta, valóban vannak. Tényleg az a baj, hogy nagyon sok szájt van egymás egyén hátán. Itt nincs olyan távolsági megkötés, mint a Mánzi esetében, hogy nem lehet akármilyen közel egymáshoz két lerakott QR kód. Tehát a QR kódoknál tehát az az eset, hogy az ember nem tud mánzi, egy érdekeset már nem tud kirakni, mert nincsen hely, nincs elég szabad távolság tulajdonképpen. Kérdések vannak, készül felvétel, igen, Digitéma 7 oldalán a tudásbázisban, kell majd rákeresni egy webinárium, de a
digitális témahét tanári fórumban is közzéteszi a kollégám. Debrecenben is van valamelyik, kérdezi valaki, hogy hát Debrecen a fővárosa tulajdonképpen, a Debrecen-Mánzi térképe zöld, tehát ha megnézzük Debrecent, hogy néz ki a Mánzi térképén, akkor csupa zöld, annyi Mánzi van rajta, ugyanis egy híres Mánzi csapat dolgozott ott, akik telerakták tulajdonképpen a várost. Mennyi távolságot kell hagyni? Számolva olyan 15 méternek kell lennie a Mánzi között, a sajátok között pedig 45, tehát háromszorosa. Ezek lábban vannak megadva, és érdemes, amikor telepítjük az applikációt, a láb mértékegységet átállítani méter vagy jobban értsük. De amikor telepítünk, akkor úgy kell beolvasni, mint amikor begyűjtjük, és akkor ki is rajzolja egy ilyen színerrel, hogy milyen távolságra kell elmennünk, mi a flight távolság tulajdonképpen. Ha például Mánzi vagy Geoláda, semmi baj, oda a feladat telepíteni, úgyhogy nem senkinek probléma. Jaj, nálunk nincsen, hát majd most lehet. Hát mesél konkrét. Egy kollégám egyszer egy ilyen népművészeti Mánzi sorozatot készített a gyerekkel, a leírások magyarul, angolul, németül, és az őrségben egy bizonyos táján raktak ki, nem tudom, hogy Mánzit, egy tulajdonképpen egy sorozatot, ami egyben magyar és külföldi turisták számára is érdekes lehet. Tehát ez lehet egy projekt is akár. Van ez még kérdése valakinek? Ha nincs, akkor én nagyon szépen megköszönöm a figyelmet, és is a Facebook csoportban szíves segítünk, hogyha kérdés volna. És jelenléti ír, mindjárt is jelent a csendben.